Ugye a tegnapi mérkőzés második felében azért már mutatott sok olyan dolgot Kangyal Balázs együttese, ami egyébként arra predesztinálná ezt a párharcot, illetve ezt az egész csapatot, hogy sokáig vigye, akár az egész playoffban. Nagyot tudja megjátszani, Nagy leviszi a kapu mögé, Nagy, vonákján a korong, és aranyvén egyet a rövid saroknál. Vorobjov keresztpassza viszont nem jó, de aztán lecsorog Gyumicshoz, és aranyvéd. Nincsen kipattanó. Schleckmann. Jó volt a védekezés rajta, és aztán pedig Turbuc szerez korongot. Turbuc pedig egyedül törhet kapura. Turbuc egy az egyben, Turbuc mellé! Farkas végül hárít, de kiharcol egy kiállítást. Bozsgai. Jó a váltás, és az egy nagyszerű helyzet. Csak éppen Schleckmann, illetve Gyumics volt az 93-assal, aki el tudott menni Nagy Gergő mellett. Ő viszont nem lőtte el, Marva. Megvan a takarás, van kipattanó Turbuc, és aztán elmegy mellé a próbálkozás. Kulmala. Bent tartja még a harmadon belül a korongot. Kulmala, jók a cselek, Kulmala lő. Elakad a blokkban, Turbuc. Marva. Megvan a beleérés, gól! Nagy Gergő találatával előnyben a Ferencváros. Nem sikerült kijuttatnia a korongot a saját harmadából a BIA-nak. Kulmala pedig szenzációs egyéni alakítással tudja bent tartani, és ez volt ennek a gólnak a kulcsa, aztán érkezett be a kapu elé a korong. Nagy Gergő pedig úgy, ahogyan korábban a DVTK elleni hatodik mérkőzésen egy beleért koronggal megszerzi a vezetést a Ferencvárosnak a párharc második mérkőzésén itt az Erste Liga elődöntőjében. De a Ferencváros el tudja hozni a korongot, Marva tartja a sarokban, és a Ferencváros Nagy Gergő góljával megnyeri a találkozót, aztán a végén még ott összeakaszkodnak a felek a sarokban. A Ferencváros 1-0-ra tehát legyőzi a BIA-t az Erste Liga elődöntőjének második mérkőzésén is, és így 2-0-ás összesített előnnyel fordulhat majd a hazai mérkőzéseire Fodor Szabolcs együttes. A szerdán lesz a folytatás 17 órától a Tüskecsarnokban, ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Mára viszont köszönöm a figyelmet, az Erste Liga TV-n Kerek Istvánt hallották, a viszontlátásra!